si föld, zászlója még ma is piros, fehér, zöld. Halló, magyar Kárpát fele, halló, magyar Erdély fele, bármerre vitt a sors, hív az ősi föld, szívedben megmaradt piros, fehér, zöld. De ősi föld, véredben megmaradt piros, fehér, zöld. Bármerre vitt a sors, hív az ősi föld, piros, fehér, zöld. örök tud, a labanc leigált.
Uraim, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket Budapest főváros 14. kerület Zugló önkormányzata nevében. A gróf Tisza István egykori miniszterelnök születésének 153. évfordulója alkalmával rendezett megemlékezésen. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben az önkormányzat alpolgármestereit és a képviselőtestület megjelent tagjait, valamint valamennyi megjelent kedves vendégünket. Rendezvényünk elején hallgassuk meg, és énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tisza István születésének évfordulója idén, egy nap különbséggel, szinte egybeesik a kereszténység legnagyobb ünnepével, a húsvéttal. Nem csupán időben van közel a két esemény egymáshoz, de talán jelképesen is. Ma, 2014-ben különösen, harmadik Tisza István téri megemlékezésünkön azt kell látnunk, hogy nincs feltámadás áldozat nélkül. Tisza István tragikus, Hermina úti halála, amely a nagyformátumú politikus személyét kerületünkhöz kötötte, a zuglóiak történelmi örökségévé vált. Ellenfelei rettegtek attól az elkötelezettségtől, amivel hazája és nemzete iránt viseltetett, ezért szüntelen gyávaságukban, hogy félreállítsák, inkább orvul meggyilkoltatták. Ezzel a merénylettel rontott be az ezer éves Magyarország ajtaján a Kumbéla-féle összefogás. Azon a bizonyos estén úgy tűnt, szélső liberális támadói győzelmet arattak, ám miközben a gyilkos támadók szinte nevét is alig ismerjük, addig mára Tisza parkjában, szobra körül sorra nyílnak a virágok.
pedig nem is olyan régen még áldatlan állapotok uralkodtak ezen a téren. Keszek úszán kitaposott ösvények, törött utcabútorok, egy egykori játszótér mementói. 2011-ben azzal a szándékkal hoztuk rendbe ezt a parkot, és állítottuk a névadó szobrot, hogy Tisza István személyén keresztül szimbolikusan az új, polgári Magyarország köveit rakjuk le Zuglóban. Itt kezdődött az a fejlesztés sorozat, melynek eredményeképpen csak a Tököli út mentén három teret újítottunk meg, így a Reiner Frigyes parkot, a Tisza István teret és a jelenleg is harmadik ütemben épülő Bosnyák teret. Ki kell mondanunk, a korábbi ciklusokban Károlyi Mihály és Kumbéla helyi szellemi örökösei, ha egyáltalán volt bármi szellem a palackban, láthatóan nem foglalkoztak a közterületek állapotával. Zugló éppen olyan gazdátlan és zavaros volt, mint az az este, amikor merénylői betörtek Tisza István otthonába. Visszatérve a húsvéti hasonlathoz, a nagy hét hagyományához, Tisza élete felvet egy fontos kérdést. Hogyan lehetett, hogy miként Krisztus esetében egy ilyen formátumú államférfi nagyságát sem ismerték fel a széles tömegek? Hogyan történhetett, hogy a nép kikiáltotta bűnbaknak azt, aki a legnagyobb felelősséggel viseltetett értük? Ez a nagy hét legfájóbb tanulsága, ami az egyének felelősségéről szól. Meggyőződésem, hogy a hétköznapi tudás és a tapasztalás hiánya nem elég indok arra, hogy a racionalitás ellenében cselekedjünk. Mégis olykor a kézzelfogható a bizonyos ellenében cselekszünk. Minden kornak megvannak a maga történelmi hősei, de torony magasan emelkednek ki, akik képesek újra és újra üzenetükkel a közgondolkodás homlokterébe kerülni. Tisza István éppen ilyen, mert 40 év kommunizmus és 20 év átmeneti időszak után emléke és mondandója elevenebb, mint valaha. Hiába próbálták évtizedekig besarazni és nevetségessé tenni, a hazáért halt mártír halálát nem lehet csak úgy elfelejteni. Most következzen egy dal Géci Erika és Tóth Renáta előadásában, ami arra emlékeztet bennünket, hogy üldözői bármit is követtek el ellene, később bárhogyan is próbálták elhallgatni, rendeltetett sorsában csak megerősítették, életét éppen olyan hazafiként fejezte be, amilyen önzetlen kötelességtudattal élte. Kérem, fogadják szeretettel az egykori kormorán Hazafi című dalát. Egy hazafi, holnapra eljön ő.
tisztelettel felkérem Tőkécki László urat, tanszékvezető egyetemi tanárt, történészként ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt emlékezők, hölgyeim és uraim! Rövid időben összefoglalni egy hatalmas életművet nagyon nehéz. Éppen ezért én úgy döntöttem, hogy a mai napot elsőrenden Tisza István azon aspektusához kötöm, életművének azon aspektusához kötöm, hogy 100 évvel ezelőtt tört ki az első világháború, amely a történelmi Magyarországnak sajnos a romlása kezdetét jelentette. Amikor Tiszáról emlékezünk, akkor egy olyan emberre emlékezünk, aki 21 néhány éves korában szinte parlamenti szűzbeszédként arról beszélt 1888-ban, hogy Magyarország veszélyeztetett állapotban van, mert folyton fenyeget minket egy egyetemes európai háború kitörésének veszélye, és nekünk békébe kell felkészülnünk erre, mert ha ez kitör, sajnos akkor a magyar nemzetre és Magyarországra nézve ez az egész élet-halál harcá lehet. Nem tévedett, sajnos a korabeli magyarság nagyon sok kiváló, egyébként kiváló képviselője nem értette meg. A hatalomvédte bensőségben nem értette meg, hogy veszély van, és hogy erre kell felkészülni. Sajnos feszegették a történelmi Magyarországnak a kereteit, és ez elvezetett oda, hogy az első világháború előtt sajnos Magyarország sok szempontból felkészületlenül vágott bele a háborúba. Tisza Istvánnak azonban a realizmusát jelenti nem csak az, hogy tudta, hogy jön a nagy európai világégés, hanem az is, hogy tisztában volt vele, hogy 1867-es kiegyezést a magyarság jelentős része nem szereti, érzelmileg szemben áll vele. Tisza érzelmileg nem azonosult az osztrák-magyar monarchiával, hiszen egy beszédében, egy írásában el is mondta, hogy az ő igazi elődei, az erdélyi fejedelmek, akik kicsi erővel nagy eredményeket tudtak elérni, de mondta, 1526 óta a magyarság a Duna-medencében nem elég erős ahhoz, hogy önállóan meg tudja őrizni a történelmi hazát és pozícióját, és ezért realizmusból össze kell fogni azokkal, nem tette hozzá, hiszen Ferenc Józseffel nagyon jó viszonyban volt, azokkal összefogni, akik 1848-49-ben sajnos halálos ellenségeink is voltak, és ezzel a realizmusával hozzájárult ahhoz édesapjával, Tisza Kálmánnal együtt, hogy Magyarország kapott egy 60 éves nagy kifutási időt, és gyakorlatilag Magyarország akkor vált egy olyan európai országgá, amelyben a szellemi erők, a gazdasági erők kibontakozhattak, és amelyben egy olyan város létrejött, mint Budapest, ahol sajnos halálát lelte, mert közben a nagyvárossal együtt megjelentek azok a modern, úgynevezett politikai erők, amelyeknek a haza, a nemzet, a hazafiság, egyáltalán a közösség szolgálata már másodlagos volt a hatalomhoz képest. Ezek aztán természetes módon ítélték őt halálra, és nagyon jó arra gondolnunk, hogy Tiszának nagy ellenfele volt Vázsonyi Vilmos, amikor meghallotta, hogy Tiszát agyonlőtték, akkor családostul gyorsan vonatra szállt, mert tudta, hogy ő volt a második a listán, aki hamarosan ugyanúgy járt volna, mint a magyar, volt magyar miniszterelnök, és aztán meg se állt Svájcig. Sajnos Magyarországon azóta is mindig jelentkeznek olyan politikai erők, amelyek nem a nemzetnek az érdekvédelmét, nem a magyar társadalomnak a hasznát, hanem saját hatalmukat, bizonyos külső erők szolgálatában a saját helytartóságukat szolgálják. Tisza Istvánnak az egész életműve ez ellen szól. Sajnos 4 évtizedig megszakadt az a történelmi hagyomány, az az értékrend, az a felelősség tudat, amely őt hajtotta. És tulajdonképpen, amikor ráemlékezünk, akkor igazából mindig erre kell emlékeznünk. Ilyen magyarrá kell lennünk. Köszönöm a figyelmet!
egyes politikai irányzatok sajátossága, hogy kielégíthetetlen vágyat éreznek a tradíciók felszámolására. Rendre nekirontanak az aktuális társadalmi konvencióknak, semmibe veszik a múltat, és ezáltal még inkább a jövőt. A legnagyobb veszélyt a gyökértelenség és a tompa butaság jelenti, ezért szükséges elmondani, Tisza István példáján keresztül megmutatni, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk közös sorsunkért. Reményik Sándor, az erdélyi líra két világháború közötti kiemelkedő alakja, már 1918-ban rávilágított a tragikus veszteségre, amelyet Tisza István elvesztése jelentett a magyarság számára. Kérem, fogadják szeretettel Kört Vélyesi Zsolt, Jászai Maridíjas érdemes művész előadásában Reményik Sándor, magányos cipruság Tisza István ravatalára című megemlékező versét. Nem szállak, jó vitéz, mert jó neked. Neked már jó. Sok rémség elő elfedte szemed az orgyilkos golyó. Rövid a kín, hosszú a síri álom, de ezt a népet szánom és utálom. Hogy letört életednek drága gátja, rajtül át a tömeg, ezer közül nagyságod egy halátja, és az sem érdemli meg. Nemzedékek sodra tovator, nem áld az Isten több ilyen magyart. Míg éltél, értünk drága kétkarod munkált erőd felett, s a halál, mikor szíven ragadott, szóltál, ez így kellett. Néztél merőn, Calvin kemény magyarja, a puskacsőbe, hogy Isten akarja. Egy szörnyű korszak minden bűneit hordta fenkölt fejed, szeretted édes magyar véreid, s tested megtöretett. Új tagja mártírok nagyseregének, néróknál haj, hóhírabbak a népek. A becsületem folt, csorba ne essék, nem volt más jelszabad. Hitted, hogy nem ábránt, mi kötelesség. Arany Szent György lovag, követel rövid lesz a felirat, egy igaz férfi, sok hitvány miatt. Napjaink újjászülető polgári Magyarországában végre helye van a történelmi nagyságainknak. Az elfelejtés és elhallgatás évtizedeiből együtt a megbecsülés és a tisztelet korszakába érkeztünk, amihez feltétlenül szükség volt arra a töretlen hitre, amit mi Zuglóban mindig hallottunk. A múlt hibáiból tanulni kell, mert csak az a közösség tud harmonikusan fejlődni, ami nem fél kimondani az igazságot. Szóljon most két dal a bátorságról, az összetartozásról és Tisza István példájának okán az újrakezdésről. Kérem, fogadják szeretettel az Örökség zenekar előadásában Szakra korona és az Itt az idő című dalt, a Kormorán zenekar egykori előadói Géci Erika és Tóth Renáta előadásában. Kéz, aki ért, csak azért.
tovább, vidd az üzenetet,
az a vágy, s talán néha nem kell más, csak az, hogy valaki melléd áll, s hogy számíthatsz rá. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! A program hátralévő részében Tisza István szobránál helyezzük el az emlékezés virágait. Néhai gróf Tisza István egyenes ági leszármazottai nevében Patai Béla és Patai Tibor helyez el koszorút. Budapest főváros 14. kerület Zugló önkormányzata nevében Rozgonyi Zoltán alpolgármester helyez el koszorút. Tőkécki László történész koszorúz. Dr. Ferdinandi István alpolgármester helyezi el az emlékezés virágait. Magyar Polgári Szövetség zuglói szervezete nevében Virág Krisztina és Bodó Dávid tisztelet Tisza István emléke előtt. A Fidelitas zuglói szervezete nevében Lovas Marian, Solt Zoltán és Song Simon koszorúz.
Keresztény Demokrata Néppárt zuglói szervezete nevében Harrach Péter helyezi el az emlékezés virágait. A Nagykovácsiban működő Gróf Tisza István nemzeti kör nevében Janics Béla koszorúz. A Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom tisztele Gróf Tisza István emléke előtt. Tisza család nevében Hámos Árpád koszorúz. A Hámos, a Sándor és a sövényházi rokonság nevében Hámos Árpádné helyezi el az emlékezés virágait. Tisza Istvánné nevében Mészárosné Pálóczi Erzsébet és Gudenusz János tiszteleg Gróf Tisza István emléke előtt. Koszorút helyez el Géci Erika, Tóth Renáta és Körtvélyesi Zsolt. Most nyílik lehetőség kedves vendégeinknek az emlékezet virágainak elhelyezésére. Közösen a szózatot.